Első véradásra bíztat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Diákhitelközpont. Közös kampányukban november 30-áig várják azok jelentkezését, akik, mint írják, életük első hőstettére készülnek. Az első alkalommal vért adó donorokat meglepetés ajándékokkal várják. Az első véradók között szerepeltek október 13-án az egyik székesfehérvári zenekar tagjai is. Az énekes elmondta, a cél az, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsék a véradást, és Jung Ferenc, mint mondja, még nekünk is jót tehet. Nekünk is jó, hogy egy kicsit vércsere van, vérfrissülés van. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek jó dolog. És a másik részről pedig az, hogy segíteni tudsz. Én mással nem tudok segíteni, nem tudok milliókat adakozni szegény embereknek, ezzel tudok segíteni. A zenekar dobosa, aki első véradó volt, pénteken arról számolt be, hogy habár az elején ő maga is tartott a véradástól, mégis arra buzdít mindenkit, hogy menjen el egy-egy ilyen alkalomra, hiszen akár három ember életét is meg lehet menteni. Az ember úgy tehet jót másokkal, azóta esetben lehet, hogy ember életét mentem meg, ha nem is tudom ki az, vagy valamilyen betegségből segítem ki ezáltal, hogy közben igazából nem telik semmibe a véradónak, egy néhány perces dolog, és azt hiszem, ez nagyon jó érzés tud lenni az embernek, hogy tud segíteni. A zenekar tagjai tehát továbbra is véradásra buzdítanak mindenkit. A közösségi oldalukra beküldött véradó fotóval pedig akár koncertbelépőt is nyerhetnek a segítő szándékúak.